Az erdélyi kopó gyakorlatilag egy olyan ősi magyar vadászkutya fajta, most már hungarikum is, amely alapvetően vaddisznó, nagyvad hajtására alakult ki a Kárpát-medencében, Erdélyben a középkor folyamán. Viszonylag nagy létszámban használták ezeket a kutyákat, és hát a történelem viharai azért nem kímélték ezt a kutyafajtát sem. Így 1965-68 az az időpont, amikor a hivatalos visszatenyésztés ennek a kutyának elkezdődött Magyarországon, és alapvetően innentől tekintjük a jelenlegi állományt törzskönyvezett állománynak, innentől követjük nyomon azokat a származásokat, amik ugye a jelenlegi állományt jellemzik. Az erdélyi kopó egy nagyon atlétikus, felépítésű, rendkívül jóindulatú és szerintünk könnyen tartható kutya. Nyilván megvannak a fajta sajátosságaiból adódó olyan tulajdonságai, amikre esetleg a kutyatartóknak jobban oda kell figyelni. Ilyen például az, hogy mivel alapvető munkája volt, hogy a vadásztól távol, önállóan dolgozzon, a vadat ne hagyja ott, ezért ezek a kutyák gyakorlatilag az egyik olyan nagyon fontos lépés a tanításuk során a behívhatóságnak a megtanítása. Enélkül a mai körülmények között nagyon nehéz vele együtt élni, hogyha ezt nem sajátítja el a kutya megfelelő módon. Ezért mi minden olyan kutyatartónak, aki ezt a fajtát választja, felhívjuk a figyelmét erre, egyébként pedig családban tökéletesen együtt lehet vele élni, akár kertben, akár lakásban, nem egy izgága fajta, nagyon, nagyon könnyen tanul, nagyon sok mindenre megtanítható, nem csak vadászati szempontból, hanem egyéb hobbi célra is remekül használható. Ez a versenykupa, ez alapvetően alkalmat ad nekünk arra, hogy felhívjuk a figyelmét azoknak a döntéshozóknak is erre a fajtára, akik megalkotják jelenleg a vadászati törvény módosító rendeleteit. 45 centinél magasabb kutyával hajtóvadászaton nem lehet részt venni. Ez nekünk rendkívül hátrányos. Egyébként minden fórumon igyekeztünk felhívni a figyelmet, úgyhogy én szeretném megragadni ezt az alkalmat is, hogy megkérjük azokat, akik ebben döntéshozóak, hogy vegyék figyelembe, hogy van egy ilyen hungarikum, létezik, és a léte nagy részt attól függ, hogy a magyar vadászok mennyire fogják ezt a fajtát használni.